Mikor pedig beesteredett, eljött egy gazdag ember, Arimátiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ő Pilátushoz menvén elkérte az Úr Jézus testét, akkor parancsolta Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vevén József a testet begöngyölte azt tiszta gyolcsba, és elhelyezte azt a maga sír új sírjába, amelyet sziklába vágatott. És a sír szájára egy nagy követ hengerítvén elment. Ott volt pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átelenében ültek. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram, emlékezzünk, hogy az a hitető még életében azt mondta, harmadnapra feltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig. Nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból. És az utolsó hitetés gonoszabb lesz az elsőnél. Pilátus pedig azt mondta nekik, van őrségetek, menjetek, őriztésetek, amint tudjátok. Ő pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ az őrséggel. Eddig az Istenek igéje, foglaljatok helyet. Tegnapi délelőtt folyamán a református templomban istentisztelet alkalmával, nagypénteki istentisztelet alkalmával voltunk együtt, sokatokat hiányoltalak, mert a nagypéntek az egyik olyan esemény, amelynek a keresztény világnak a hitének az egyik alapja. Nem lehet ünnepelni úgy húsvétot, hogy nem emlékezzünk meg a nagypéntekről. Mert a nagypénteknek a keresztje és a feltámadott üres sír bizonyítja együtt azt, hogy az Úr Jézus Krisztus él és itt van közöttünk. Önmagában egy üres sír nem lenne nagy hír. Előtte is üres volt ez a sír. Senki nem lakott még benne. Úgy olvassuk az ígében, hogy ez a gazdag ember, akit Arimátiai Józsefnek hívnak, az Arimátiai nem az ő neve, az a származásának a helye, Józsefnek hívják, akinek volt egy saját sziklába vájt sírja, amit új sír volt, senki nem lakott még abban. Nem önmagában nem az az hír, hogy üres a sír, hanem hogy azt támad fel a halottak közül, akit nagypénteken keresztre feszítettek, aki meghalt, akinek a halála kapcsán nekünk áldásunk van, új életünk van, reménységünk van, mégpedig az a reménységünk, hogyha megvalljuk bűneinket, hogyha Isten elé hozzuk életünket, Isten egy új élettel, egy tiszta lappal ajándékoz meg. Akár mi is legyen az életednek a múltjában, ha Isten elé viszed, és az ő bocsánatáért esedezel, és bűnbánattal átadod Istennek, Isten megbocsátja azt a bűnt, nem azért, mert sokat jártál templomba, nem azért, mert lelkész vagy, nem azért, mert ügyesen prédikálsz, vagy ügyesen énekelsz, hanem pusztán azért az egy tényért, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt, érted és értem is a Golgotai kereszten. Ezért, kedves testvéreim, amikor látjuk ezt az egész eseményt, fontos, hogy a nagypénteket is, a keresztet is, és az üres sírt is együtt lássuk. Mert a kettő együtt tesz bizonyságot arról, hogy nekünk egy élő Krisztusunk van. És nem tudom, hogy ti hogyan gondoljátok, vagy hogyan látjátok ezt, nem biztos, hogy egyeztek velem, de én úgy látom és úgy gondolom, hogy ha a kereszténységnek egy élő Krisztusa van, akkor a kereszténység ez élő hitről kell, hogy szóljon. Nem értetek egyet vele? Nem baj. Akkor is így gondolom. Bajban lennénk, azt mondja az ige, hogy minden embernél nyomorultabbak lennénk, hogyha Krisztus nem támadt volna fel a halottak közül. És szomorú valóság az, hogy nagyon sokan a templomba járó keresztények közül, nagyon sokan már nem is hiszik el ezt a történetet, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. El nem tudnátok képzelni, hogy hány elmélet van már, amely arra vonatkozik, hogy mi minden történt az Úr Jézussal, de egészen biztos, hogy nem támad fel. Egyesek azt mondják, hogy ellopták a testét, mások azt mondják, hogy rossz sírba temették, nem oda, ahova az asszonyok látták, és ezért ahol keresték, az persze, hogy üres volt a sír, mert a másikba tették át. Volt olyan, aki azt mondta, hogy Jézus csak eljátszotta a kereszten a halált, ezért amikor betették a sírba és elhengerítették a követ, akkor ő azonnal feltámadt és jó volt, semmi probléma nem volt vele.
olyan furcsa elméletek vannak, amik a keresztények közül, persze a szkeptikus keresztények közül származik, de valahol kereszténynek vallja magát nagyon sok ember, aki így gondolkodik. De az a meggyőződésem, hogy ha tényleg azt hiszük, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül és mai nap is él, akkor a keresztények úgy kell, hogy éljenek, hogy a hitük az egy valóság legyen. Hogy mi nem valamiféle muzeális értéket hordozunk magunkkal, nekünk nem kell körbe vinni az Úr Jézus Krisztus megmaradt jobb kezét, nem kell nekünk azonnal valamiféle koporsót állítani és hajbókoljunk előtte, mert nekünk nem ez az érték. Mi nem valami múmiát keresünk, hanem az élő názareti Jézus Krisztus keresünk. És szomorú, hogy sok keresztény úgy nevezi magát kereszténynek, hogy nincs semmi kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal. Nem is hisz benne, hogy feltámad. Hadd mondjak el egy titkot. Egy napon, ha lehunyod a szemedet, és elhagyod ezt a földi életet, senki nem fogja tőled kérdezni, amikor odaállt felnyitod a szemedet, hogy milyen vallásod volt. Senki nem fogja megkérdezni. Ha valaki megkérdezi, szóljatok nekem. Garantálom, senkit nem fog érdekelni a mennyországban, vagy a túlvilágon az, hogy pünkösdi voltál, baptista, református, katolikus, vagy bármilyen más vallású voltál. Meg se fogja kérdezni senki. De egy dolgot meg fognak kérdezni, hogy milyen kapcsolatod volt az Úr Jézus Krisztussal. Hittél-e az Úr Jézus Krisztusban? És hogyha erre a kérdésre nem tudsz válaszolni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az életednek a második fele, ami a halál után kezdődik, mert nem csak izom vagy, nem csak bőr vagy, meg egy kis zsír egyeseknek, hanem vagy lélek, vagy személyiség, vagy szellem. És ezeket nem lehet eltemetni a koporsókban, ezek élni fognak. Mert Isten így teremtett meg téged is, és minden embert ezen a földön. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy erre a kérdésre hogyan válaszolsz. Hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban? És ha hiszel, akkor hogyan éled meg ezt a hitet? Ebben az életben. Nézzétek meg a húsvétnak, a feltámadásnak a történetét. Nem akarok belemenni most elkezdeni arról, hogy néztek ki az események, mert bibliaolvasó emberek vagytok, ismeritek már a történetet. Ma este egy sokkal inkább egy más aspektus szeretnék megmutatni a feltámadás ünnepel kapcsolatosan. De nézzétek meg az eseményeket, amelyeket ismerünk a Biblia leírásában, hogy azt látjuk, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus a kereszten meghalt, akkor lehetne azt mondani, hogy a világ, az akkor ismert világ egyfajta döntést hozott vele kapcsolatosan, ezért került a keresztre. És azt mondta a világ, hogy el van utasítva az Úr Jézus. A vallási elit réteg, akik akkor vezették a vallási népet, azok is elutasították az Úr Jézus, döntést hoztak, el van utasítva. A politikai réteg úgy szintén, akik előtt Jézus megjelent, az akkori birodalomnak az egyik legismertebb, legtehetősebb emberei előtt jelent meg az Úr Jézus. Ők is elutasították. Bár Pilátusban érzékelünk némely hezitálást, ennek az oka az, hogy Pilátus nem tudta eldönteni, hogy ez az ember szélhámos, vagy valóban az, aminek mondja magát, az Istennek fia. De amikor előtte este a feleségének volt egy álma, és ebben az álomban nagyon valóságosan azt hallotta, Isten azt mondta neki, hogy ne avatkozz bele ennek az embernek a dolgába. Amit reggel az első kávézásnál meg is osztotta a Pilátussal, hogy ne avatkozzál ennek az embernek a dolgába, mert kaptam az álomban egy intést, hogy ne hozzál döntést felette. És Pilátus hezitált, és gondolkodott, hogy hogy is legyen, mint is legyen, de aztán a végén a nyomás, gyakorlás miatt mégis úgy döntött, hogy oké, akkor a katonáink végeztessék ki. Vannak feljegyzések Néró idejéből, Néró császár idejéből, aki leírja, hogy a mi katonáink ostorozták meg az Úr Jézus Krisztus. Aztán amikor oda mentek a főpapok, hogy de Pilátus azért ez az ember azt is mondta, hogy fel fog támadni harmadnap, nehogy itt valamiféle hitegetés történjen, rakd oda a katonáidat, hogy őrizzék a sírt, nehogy ellopják a hívők az Úr Jézusnak a testét. És azt mondja Pilátus, hogy azt nem. Nektek van őrségetek, oldjátok már ti, abban mi nem avatkozunk bele. Az a ti dolgotok, az a ti felelősségetek.
És milyen érdekes, hogy őrséget állítottak oda, lepecsételték a 2 tonnás követ a saját pecsétükkel, és mégis eltűnt a holttest. Nem találták meg, nem találtak magyarázatot rá. A vallásos közösség is elutasította az Úr Jézust. Sőt, hogyha ismerjük az eseményeket, akkor tudjuk, hogy Jézusnak a kereszten elhangzott egyik mondata az is volt, hogy én Istenem, hogy van tovább? Miért hagytál el engem? Úgy látszik, hogy a menny is elutasította az Úr Jézus Krisztust. Ez egy olyan titok, amit nem akarunk megérteni Istennel kapcsolatosan, hogy Isten nem lehet rábeszélni semmiféle bűnre, semmiféle tisztátalanságra. Isten nem lehet rábeszélni a mi oldalunkra. Isten egy szent Isten, Isten egy igazságos Isten. Ezért, amikor az Úr Jézus ott áll és szenved, aki maga az Istennek a fia, Isten csak egyetlen egy ok miatt nem tud közbeavatkozni és közösséget vállalni vele, csak egyetlen egy oka van ennek. Az, hogy a te bűneid és az én bűneim mind ott vannak képviselve az Úr Jézus Krisztusban. Ezért Isten nem tud közbeavatkozni, Isten nem tudja megváltoztatni a dolgot. Az ő fia meg fog halni, az ő fia meg kell, hogy haljon a Golgotai kereszten. Azért, hogy neked és nekem ne kelljen bűnhődnünk a mi bűneinkért, hanem legyen szabadságunk az Úr Jézus Krisztusban. A tanítványok is el lettek utasítva. Őket is üldözték, ők is rögtön elbújtak. Ha figyelmesen olvassuk a feltámadási történeteket, akkor azt látjuk, hogy vasárnap reggel nem annyira férfiak járkáltak bátran a sír körül, és nézegették, hogy üres a sír, vagy nem üres. Egyébként nem is nem ezért mentek, hanem azért mondták, mentek, hogy bekenjék Jézusnak a drága megtöretett testét, bekenjék különféle kenetekkel, hogy az a test... Így volt az ő hitük, hogy kényelemben legyen. Ezért mentek oda. De nem férfiak, nem a tanítványok, akik Jézussal jártak, ők el voltak bújva, be voltak zárkózva, asszonyok mentek oda. És asszony volt az, aki először hordozta a feltámadásnak az üzenetét. Nagyon sokan vannak, akik szkeptikusak a feltámadással kapcsolatosan, és nem tudják eldönteni, hogy Jézus szélhámos volt, vagy megváltó volt valóban. Hadd említsek meg egy néhány tényt ezzel kapcsolatosan. Ha valóban szélhámos volt, ha valóban nem gondolta komolyan azt, amit tanított, ha valójában csak egy olyan ember volt, aki túl fanatikus volt, akkor miért volt egészen a kereszt halálig? Miért ment el egészen a kereszt halálig? Miért nem gondolta meg abban a pillanatban, amikor a nagy római gépezet által jól megtervezett, keresztrefeszítési módszert alkalmazták. Először megbotozták, de nem 40-et, csak 39-et mértek. Előre is, hátulra is, azért, hogy jól felpuhítsák a testet, az izmokat. Hogy aztán az előbb preparált ostor, amely nem arra szolgált, mint nálunk, magyaroknál, hogy ostorozzunk azért, hogy szépen csengjen, hogy legyen nagy hangja neki, hanem arra szolgál, hogy különféle csontmaradványokat, különféle állati fogakat, különféle csontokat beleszőjenek ezekbe az ostorba, hogy amikor odacsapnak az elítéltnek ebben a már felpuhított testben, amit botokkal felpuhítottak, akkor puhán bele tudjon süppedni az izmokba. És nem ez volt a fájdalmas, hanem az volt a fájdalmas, amikor visszafele rántotta a katona az ostorozást. És amikor ezeket nem egyet mértek, hanem rengeteget. Ezért, amikor az Úr Jézus Krisztus a kereszten meghal, egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy sok festményben, meg képben, meg freskókban, meg mindenben fel van tüntetve, egy gyönyörű, épp testű, tiszta testű, se véres, se semmi sebeket nem hordozó Krisztus van a feszületen. Jézus, amikor felkerült a keresztre, elöntötte az egész testét a vér. Ez egy horror volt. A római katonák azt is tudták nagyon jól, hogy mikor kell megfeszíteni valakit, főleg, hogyha zsidónak vallja magát az illető. Ezért péntek este volt a keresztre, vagy péntek délután volt a keresztrefeszítés. Mert mire eljutott a szenvedésben egészen a halálig, nagyon sokan nem haltak meg aznap este. De beállt a szombat, ahogyan lement a nap, mint ahogy most is, és onnantól kezdve a zsidóknak nem volt szabad
hozzányúlni a testhez, ráadásul egy halott testhez nem volt szabad egyáltalán hozzányúlni. Ezért amikor leállt a nap, akkor ott kellett hagyni azokat, akik keresztre feszítettek. Onnan tudjuk ezt, hogy nem Jézus volt az egyetlen, aki meghalt a kereszten. Nagyon sokan meghaltak még a kereszten. A Római Birodalomban legalább 60 millió rabszolgáról tudunk, akiket minden napot fenyegetett ez a döntés. Ha loptál, ha erkölcstelen voltál, ha parázdaságon kaptak, ha nem engedelmeskedtél az uradnak, minden, nem volt semmi jogod, vittek. Ha nem voltál római állampolgár, vittek, megbotoztak, megostoroztak, keresztre feszítettek. És ha nem haltál meg úgy, hogy el tudjanak temetni, le tudjanak szedni a keresztről, akkor ott hagytak egész éjszaka, szombaton senki nem nyúlt hozzá, mert szombaton nem volt szabad semmiféle dolgot művelni, csak vasárnap. Ezért mentek az asszonyok vasárnap reggel, hogy elvégezzék azt, amit szombaton nem tudtak. De vasárnap reggel már minden megváltozott. Mert az Úr Jézus Krisztusban nem valami szélhámos volt a kereszte, mert a szélhámos lejött volna azonnal. Ma néztem, ahogy néztem a híreket, ahogy a húsvét hamarosan beáll, ugye a holnapi nap folyamán, a filipino társadalomban egy nagyon közkedvelt esemény ez, hogy ilyenkor vannak önjelöltek, akik ilyen vékony szeggel, mint ez a kábel, még ennél is vékonyabb szegekkel akarják magukat átszegelni, és fent ordítoznak a kereszten, próbálnak ők is szenvedni, de nem sokáig bírják. Volt egy ember, akit nem Filippinóban, hanem Dominikai köztársaságban 1973-ban azt mondta, hogy ő is két napot kibír a kereszten. És felfeszítették a keresztre, persze nem használtak akkora szögeket, mint Jézusnál, nem használtak dárdát az oldalába, nem használták a botütéseket és az ostorokat, csak felfeszítették a keresztre. De 20 óra múlva azt kérte, hogy vegyék le, mert nagyon rosszul érzi magát, és nagyon fáj neki minden a testben, mert kiderült, hogy egy gyulladás terjedt el a testében. És le kellett szedni, pedig azt mondta, hogy 48 óráig ott fog maradni a kereszten. A szélhámos meggondolja magát, de ez az Úr Jézus Krisztus, aki tanításait és gondolatait megosztotta velünk, ez végig egészen vállalta a szavait, egészen a kereszt áldozatig. És a kereszt áldozatnál, amikor meghalt, az egyik katona azt mondta, hogy valóban Isten fia volt. Nem átkozódott, nem fenyegetőzött, nem akart megfizetni azoknak, akik bántották őt, hanem Istenhez imádkozott, és ilyeneket mondott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én Istenem, miért hagytál el engem? Aztán az utolsó szava az volt, hogy elvégeztetett. Ki az, aki ilyenekről beszél a kereszten? Ki az, aki ilyeneket mond a kereszten? Az, aki szélhámos, vagy az, aki valóban Istennek a fia? Ki az, aki ha ezt meg akarja játszani, az egész feltámadási történetet és az egész feltámadási hírt asszonyokra bízza, abban a korban, amikor az asszonyoknak nem fogadták el a véleményüket, a döntéseiket, az akaratukat. Mondhatott akármit, mert nem volt hiteles egy asszonynak a szava. És amikor vasárnap reggel eljön és nem találják a sírban az Úr Jézust, akkor ki az a szélhámos, aki asszonyokra bízta volna ezt az üzenetet? Ha szélhámos vagy és meg akarod játszani, akkor legalább olyan emberekre bízod a dolgokat, akik szavahihetők, akik megjelennek, van tekintélyük, akik azok fogják hirdetni, akiknek van elismertségük a társadalomban. De nem néhány asszonyra, ráadásul nem olyan asszonyokra, mint a Mária Magdaléna, akinek kétes múltja van a parázdaság, a prostitúció miatt. De Isten rájuk bízta ezt az üzenetet, a feltámadásnak a hírét. És a feltámadásnak a története utolsó tényként ezzel kapcsolatosan, a feltámadásnak a története nem valamikor 100 évvel később, vagy 50 évvel később, vagy 300 évvel később került a napvilágra. Nem kitalálták az emberek. Feljegyzések vannak, történelmi feljegyzések, történetíróktól, hogy mikor halt meg az Úr Jézus. Pontosan tudjuk, hogy melyik órában, és egyébként is nem láttam még olyan szélhámost meghalni, aki a halálnak az órájában, ahogy átadja lelkét Istennek, azonnal egy földrengés kezdődik el. És ennek a földrengésnek még az egyik jele az lett,
hogy a templom, ahol egy kárpit elválasztotta az embereket az Istenek jelenlététől, a templomban ez a kárpit ketté hasadt pont abban a pillanatban, amikor az Istenek fia meghal a kereszten. Valamennyien azt gondolom, hogy ha ott álltunk volna és szemléltük volna az eseményeket, ez lett volna a megvallásunk, mint ennek a római századosnak, hogy valóban Isten fia volt. És ez az igazság, hogy Isten fia halt meg értünk a kereszten. És hogyha ez a hit nem a tiéd, ha nem hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor az életed teljesen mindegy, hogy milyen áldozatokat hozol, teljesen mindegy, hogy mennyit jársz templomba, de nem lesz üdvösséged az Isten országában. A Biblia ezt világosan tanítja, hogy aki hisz, aki megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki a hitnek átadja magát és átadja az életét ennek a megváltónak, aki a kereszten szenvedett az Úr Jézus Krisztusnak. Van üdvössége, lesz üdvössége, és tudja, hogy az életének a második részét abban az örökké valóságban fogja tölteni, ahol Isten áldásaival vár minden egyes embert ezen a földön. Ezért ez a döntés a tiéd, hogy hiszel-e benne vagy nem. De kár lenne elutasítani olyan tényeket, amelyek mind-mind azt bizonyítják, hogy nem egy szélhámos feszítettek meg ott a kereszten, hanem a názareti Jézus Krisztus az Istennek a fiát. Érdekes dolognak látom, tartom a kereszténységben azt, hogy vannak olyan keresztények, akik erről soha életükben nem beszélnek. Vannak olyan keresztények, akikről soha nem, amiket látunk Brüsszelben, aztán előtte Párizsban, aztán előtte hányszt meg hány helyen, beleértve Amerikánkat is, meg mindent. Ezekben a mai eseményekben olyan kereszténynek lenni, aki csak neve van, templomba jár, de nincs tisztában a hitnek az igazságaival, kedves testvéreim, ez egy felelőtlen keresztény élet. Nem csak, hogy felelőtlen, hanem egy gyenge keresztény élet. Egy erőtelen keresztény emberről beszélek, aki nem ismeri a hitnek az igazságait, aki nem tudja, hogy miben hisz, de kereszténynek vallja magát. Nem vagyok muzulmán, nem vagyok buddhista, nem vagyok hindu, nem vagyok krisnás, nem vagyok Konfucius tanításának a követője, vagy Gandhinak a követője. Én keresztény vagyok. Valóban keresztény vagy? Nem attól válsz keresztényé, hogy elmész a templomba. Attól válsz keresztényé, hogy hiszel a megváltóban, az Úr Jézus Krisztusban. És hogyha hiszel benne, akkor az a kérdés, hogy hogyan cselekszel. Mert a hitről azt mondja a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Itt van előttünk egy ember, aki soha nem jelenik meg az Úr Jézus Krisztussal egy szinten. Jézusnak a szolgálata nyilvános. Jézusnak a csodái, az élete nyilvános. Olvashatjuk, láthatjuk. Ajánlom a testvéreknek, egy 20 fős csoporttal elmentünk, mikor múlt héten, megnézni a Risen feltámadva című filmet a mozikban. Sajnos úgy tudom, hogy Scarborough-ban meg Torontóban egy moziban vetítik csak ezt a filmet. De nagyon ajánlanám megnézni minden egyes keresztény testvérnek. Nem változtatták meg az Isten igéjének az igazságát. Egy olyan Jézust ismersz meg, akit egy római katona, aki egy ilyen oknyomozó szerepet játszik, és ő, aki hallja az eseményeket, Pilátus arra készteti őt, hogy járjon utána, és nézze meg az eseményeket, hogy mi történik itt, miért nem találják a holttestét, miért nem tudják elővenni, miért tűnt el az ő teste, és elkezdik keresni, és addig még maga a katona is aztán átadja az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Érdemes megnézni. Végtelenül tetszik az, hogy milyen szeretetet ábrázolnak az Úr Jézus és a tanítványai között. Nagyon meghatott. Nagyon meghatott. Jó volt megnézni. Jó volt látni, jó volt tisztában lenni ezekkel a dolgokkal. Itt van egy ember, Arimátiai Józsefnek említi az ige. Sehol Jézusnak a 3 éves publikus szolgálat alatt nem jelent meg. Soha nem mutatja meg magát. Volt még egy ilyen ember, emlékeztek rá? Volt még egy ilyen ember, aki nem merte nyilvánosan követni az Úr Jézus, csak titokban. Nikodémus.
aki farizeus volt. És csak éjszaka mert oda menni Jézushoz, megkérdezi Jézus, te tényleg azt mondtad, hogy aki nem tér meg, az nem fog üdvözülni? Jézus, te tényleg azt mondtad, hogy aki újjá, nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát? Hát hogyan lehetséges újjá születni? Hogyan történhet ez meg az emberben? És Jézus elmondja neki, de csak este, amikor már nem látják, mert csak akkor meri vállalni. De Arimátia József még akkor sem megy oda Jézushoz. Ő megvárja azt a pillanatot, amikor Jézus meghalt. Egészen addig nem mutatkozik. Kedves esőjén, nagyon sok keresztény ember, és meg lehet, ha megvizsgálod, akkor te magad is, én magam is sokszor ebben az állapotban, ebben a helyzetben vagyunk. Hogy nem állunk ki a hitbeli igazságokért, sokszor csak akkor, ha már nagyon oda vagyunk állítva a reflektorfénybe, vagy talán még akkor sem. Ez az ember nem mutatja meg magát csak abban a pillanatban, amikor megbizonyosodik róla, hogy Jézus valóban meghalt. Mivel jött a szombat, a halottakat nem akarták kint tartani a kereszten, ezért Pilátus rendelkezett, hogy oké, most már vége a szenvedésnek, a kereszten egyébként is az ott megfeszített emberek nem a szegeknek a fájdalmában és az ostorcsapásokban és a botozásban haltak meg, hanem ennek a fájdalomnak a következményeként fulladásos halállal haltak meg a kereszten felfeszített emberek. Jézus is fulladásban halt meg. És ebben a nehéz állapotban azért csoda, hogy Jézus még magánál van tiszta a gondolata, és olyan igazságokat mond ki, amelyek a keresztény igazságunknak az alappillérjei. Ebből élünk. Ez a mi hitünknek az alapja. Ez az, amit elfogad. Ezért vagyunk keresztények. Ezért nem vagyunk muzulmánok. Ezért nem vagyunk más valláshoz, keleti valláshoz tartozók. Hanem úgy mondva, a keresztény Európában valahol elkezdtünk templomba járni, és kereszténynek nevezzük magunkat, mert szülőink és elődeink megkereszteltek bennünket valamelyik egyháznak a közösségébe. Ezért amikor Pilátus látta, hogy a halottaknak nem érdemes sokat várni, mert jön a szombat, lemegy a nap, és ott hagyják őket, akkor tényleg a sasok, a varjak és a vadkutyák eszik meg azoknak a húsát, mert mire eljön az ideje, hogy hozzányúlhatnak, addig már késő lesz, ezért elrendeli, hogy törjék el mindegyiknek a lábát, hogy valóban meghaljon. Benne van a Bibliátokban. Törjék el a lábát. Egyetlen egy személynek nem törik el a lábát, mert már halott. Ez pedig a te megváltod, az én megváltom, az Úr Jézus Krisztus. Nem törik el a lábát, mert már 800 évvel előtte megprofétálták az ősi iratok, egy Ézsaiás nevezetű proféta, hogy az ő lábát nem fogják eltörni. És lásd csodát, hogy akkor, amikor meg akarják menteni még ezeket az embereket, hogy ne szenvedjenek egy éjszakán keresztül még, hanem törjék el a lábukat, hogy halljanak bele a fájdalomba. Jézusnak már nem kell eltörni a lábát, mert ő már halott. És ekkor lép színre ez a József, Arimátiai József. Ekkor kapcsolódik ő be. Elmegy Pilátushoz, és azt mondja Pilátusnak, hogy Pilátus, add ide nekem az Úr Jézusnak a testét. És Pilátus azt mondja, várj, meg kell nézzük, hogy halott-e. Menjetek oda, döfjétek oldalába a dárdát. És hogyha vér és víz jön ki, akkor azt jelenti, hogy már megfulladt. Nem ér többet. Megnézték, visszajöttek a katonák, hogy valóban halott. Oké, József, viheted. Ez az Arimátiai József, ez nem egy akárki volt az utcáról. Akárki nem mehetett be Pilátus elé. Akárkinek nem lehetett véleménye a Pilátus előtt. Ez az Arimátiai József, ez a Sanhedrin beli, tanácsbeli tag volt. A Sanhedrin 70 emberből állt, akik döntést hoztak a zsidósággal kapcsolatos ügyekben. Ez a tanács volt az, amely elítélte az Úr Jézust. Lukács megemlíti, hogy akkor, amikor elítélték az Úr Jézust, egy ember hiányzott a Sanhedrinből. Ez pedig ez a József volt. Nem volt ott, amikor döntés hoztak. Nem akart beleavatkozni, nem akarta hozzájárulni hallgatólagosan vagy tetlegesen ahhoz, hogy Jézust elítéljék. Ő távol maradt ettől a gyűléstől. De amikor hallotta, hogy Jézus meghalt,
akkor azonnal jelentkezett Pilátusnál. És mivel ő egy megbecsült ember, ráadásul egy gazdag ember is, a Sanhedrin tanácsból tudjuk, hogy a negyedik leggazdagabb ember volt, aki vas eladásával, a fém feldolgozásával foglalkozott. Ezért jártas ember volt, járt Szíriában, járt Egyiptomban, ismerte a környező népeknek a kultúráját, szokásait. Egy nyitott gondolkozása ember volt, egy tehetős ember volt, egy gazdag ember volt. Nem akárki tudta megengedni abban a korban magának azt, hogy egy sziklába vájt sírja legyen. Általában az akkorbeli embereket, akik szegények voltak és semmiük nem volt Jézusnak, soroljátok fel egy dolgot, ami Jézusé volt, amit ő birtokolt. Semmije nem volt az élet. Semmit nem birtokolt, semmi nem volt az övé, még az étel is sokszor, amit megevett, Isten kegyelméből jutott csak hozzá. Semmi nem volt az övé, mégis a gazdagok közé számláltatott, azt mondja az ige. Mert nem akárkinek volt sírja. Ha szegény lettél volna, ha egyszerű ember lettél volna, meghalsz, akkor téged nem valami sziklába vált sírba temettek volna, hanem kövekkel, kő darabokkal rád tették volna, aztán ennyi. De Jézus betették a sziklába vált sírba, mert átadta a saját sírját, Arimátia József, a negyedik leggazdagabb ember a Sanhedrin tanácsból, akinek van kiállás, akinek van véleménye, aki most már, hogy az Úr Jézus meghalt, most már felvállalja a hitet. Most már azt mondja, mert azzal, hogy odajárultál Pilátus elé, gondoltok bele, Pilátus elé hányszor jöttek, mentek a Sanhedrin tanácsbeli emberek. Egyszer mentek azért, hogy Pilátus, van egy problémánk, nem tudjuk elrendezni, segíts nekünk. Ezt a Jézust el kellene rendezni. A te katonáid végezzék el, mi nem akarunk, hogy mi foglalkozunk vele. Aztán utána bemennek, azt mondják neki, hogy Pilátus, azért figyelj, lehet, hogy el fogják lopni az ő testét, őrizd őket, rendeld oda a katonákat. Azt mondja Pilátus, hogy erről már nem lehet szó. Mert előtte bemegy a Sanhedrinból csak privátilag valaki, ez az Arimátia József. Gondoljatok bele, hogy ő, aki a nagy Sanhedrin tanácsból való, csak ott megjelenik, és azt mondja, hogy Pilátus, kérem a testet. Pilátus néz, hát te megbecsült ember vagy, te gazdag vagy, te a tanácshoz tartozol, akik elítéltétek. Miért kéred te a testet? És el tudom képzelni, hogy Arimátia József csak hallgat. De Pilátus megérti, hogy neked azért kell a test, mert te is azok közé tartozol, akik hisznek benne, akik hittek benne. De egészen addig, még a halálnak a pillanata nem áll be, addig az Arimátia József nem vald szint. Kedves testvérem, olyan időket élünk, olyan időket élsz, amikor nem olyan keresztényekre van szükség, akik elbújnak. Amikor nem olyan keresztényekre van szükség, akik vasárnap délelőtt, vagy szombaton este, amikor Isten tisztelet van, akkor nyugodtan el vannak otthon is tévézgetnek. Addig nem mennek a templomba, amíg nincs szüksége keresztelésre. Addig nem mennek a templomba, még nem történik egy istenőriz baleset. Addig nem mennek a templomba, amíg valami krízis nem áll be az életünkben, hanem amikor jön, akkor megjelennek, itt vagyunk, lelkész, imádkoznál értünk, bajba vagyunk, szükségünk van rá. Az egészsége, megállapították, hogy rákos vagyok, gyászolok, nehezen vagyok. Az egyik barátom, gyermekkori barátom, aki ugyanabban a ifjúsági csoportban volt, az egyházban, ahol én is felnövekedtem, 29 éves fiú volt, ma délután magyarországi idő szerint egy magánrepülőbe pilótával együtt csak ketten ültek, egyenesen frontálisan a földbe csapódtak és meghaltak mind a ketten. Két gyermeket hagyott hátra. A szülei ezekben az órákban utaztak Budapestre, hogy felismerjék a megmaradt részeket. Nem olyan keresztényekre van szükség, akik elbújnak, amikor Isten tisztelet van. Nem olyan keresztényekre van szükség, akik
nagypénteken is, meg húsvétkor is el tudnak tévézgetni nyugodtan a szobában, mert nincsen, úgy érzik, nincs semmi dolguk. Olyan keresztényekre van szükség ebben az időben, kedves testvéreim, akik kilépnek, ahogyan Arimátia József is kilépett. Akik megvallotta a hitét, aki kiárt, és nem úgy volt, mint Péter, ugye, akit előző éjszaka megvádoltak, gyanúsítottak azzal, hogy te is közéjük tartozol. Ó, nem, én nem. Én nem tartozok közéjük. Én nem is ismertem őt. Arimátia József nem jelenik meg soha, de legalább nem is hazudik. Nem lép ki, de nem is csinál semmit, csak csendben figyeli az eseményeket. De amikor az Úr Jézus Krisztus halála beáll, abban a pillanatban, amikor a tanítványok mind el vannak bújva a szobába, mert félnek, hogy üldözni fogják őket, abban a pillanatban kiáll, és azt mondja Pilátusnak, hogy én is közéjük tartozok. Vállalkozó vagyok, de pénzen nem lehet mindent megvenni. Sok pénzem van, gazdag vagyok. A 70 fős tanácsi tagságból én vagyok a negyedik leggazdagabb ember. De békességet nem tudok venni magamnak. Nem tudom megvenni az üdvösségemet. Nem tudom megvenni a lelki békességemet. Nem tudom megvásárolni azt, hogy a gyermekem kiszabaduljon a depresszióból. Nem tudok fizetni azért, hogy a feleségem vagy a férjemnek a lelki állapota megváltozzon. Ezt nem tudom megvásárolni. Rájöttem, hogy szükségem van az Úr Jézus Krisztusra. És tudom, hogy ő már meghalt, de nekem szükségem van az ő testére. El akarom őt úgy temetni, ahogyan senki más nem temette el. Lehet, hogy neked és nekem nem üzen semmit az, amit tettek az Úr Jézus testével, de az, amit tesznek vele, az olyanoknak járt, mint ilyen tehetősbeli embereknek, ilyen elismert, gazdag embereknek, mint Arimátia József. Ez a temetés, amit kínált, ez nekik járt. Az a sír, amit elkészített, azt nem tudta volna megvásárolni senki más. Se Péter, se Jakab, se János, senki a tanítvány. Ha minden pénzüket összeadják, akkor sem tudják megvenni. De Arimátia József fel tudta kínálni. És Arimátia József nem volt egyedül. Az evangélium megemlíti egy másik helyen azt is, hogy Nikodémussal együtt mentek oda. Az a Nikodémus, aki bujkál, csak sötétben vállalt az Úr Jézust. De most már vállalja Pilátus előtt is, hogy én is hiszek benne. És azt írja az ige, hogy ez a Nikodémus is gazdag ember volt. Körülbelül 30-35 kilónyi drága keletet, aloe verából, teljesen organikus, és mirhából, ami borzasztó drága volt. Megvásárolták azért, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a megtört testét bebalzsamozzák. Szüksége volt az Úr Jézusnak rá? Nem. De nekik igen. Mert a hit az a cselekedetekben mutatkozik meg. És amikor ki kellett volna állni az előző napokban, akkor hallgattak. Ő is, Nikodémus is, és József is, Arimátia József is. De a hit akkor él, ha cselekszik. És még hogyha Jézusnak nem is volt szüksége rá, de nekik szükségük volt arra, hogy valamiben ez a hit megmutatkozzon az ő életükben. És a legjobb sírt vegyék meg, Arimátia József megveszi a legszebb, drága fehér tekercset, hogy begöngyöljék az Úr Jézusnak a testét egy ilyen fehér lemvászorba. És Nikodémus megvásárol körülbelül 30 liternyi drága kenetet, hogy bebalzsamozzák az Úr Jézus testét, és az ige feljegyzi, hogy maguk végezték el, maga Arimátia József és maga Nikodémus. Az asszonyok csak ott figyelték a sír a látelembe, hogy hova teszik az Úr Jézusnak a testét, hogy majd ők is jöhessenek.
de mire akartak jönni a kő, el lett hengerítve. Kedves testvérem, nem-e sokszor vagyunk mi is olyanok, mint Arimátia József? Hogy csak akkor neveznek bennünket kereszténynek, amikor bent látnak a gyülekezetbe. De a munkahelyen nem is ismernek ránk. Nem is ismernek rád a szavaid miatt. Amikor fizetni kell, amikor el kell intézni valamit, sokszor nem is árulkodik el rólad a viselkedésed, hogy te a Krisztus követed, hogy te hiszel benne. Kedves testvéreim, hadd áruljak el még egy titkot. Sokféle birodalom, sokféle uralkodó, sokféle erő és sokféle hatalom próbálta már a kereszténységet tönkretenni, de nem sikerült nekik. Nem sikerült, mert nem lehet. Először próbálták kivégzések által, nem sikerült, nem értették, hogy nem lehet őket elpusztítani. Egyre többen és egyre többen vállalták azt, hogy hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Ahogyan az Úr Jézus keresztre feszítik rá körülbelül 4-5 évre, egy másik farizeus megtér, akit Pál apostolnak ismerünk az Isten igéjében. Rájön ő is, hogy rossz embert üldöz. Rájön ő is, hogy szüksége van a megváltóra. Rájön ő is, hogy ez nem egy szélhámos volt, ő az Istennek a fia volt. És átadja az életét neki. Kedves testvérem, ebben a világban nem a kormányok fogják tönkretenni a kereszténységet. Nem az fogja tönkretenni a kereszténységet, hogy elveszik a jogainkat az országban, vagy nem engedik meg, hogy keresztet hordozunk, vagy nem engedik meg, hogy valahogyan megvalljuk a hitünket. Ez nem fog bennünket tönkretenni. Ami tönkre fog tenni bennünket, az az, hogyha árnyékban maradunk, és nem lépünk ki a világosságra, megvalva mi hitünket, megvalva te hitedet. Ez tönkre fog tenni bennünket. Ez el tudja pusztítani a kereszténységet, hogyha a kereszténység lánybeleg lesz, langyos lesz, árnyékban élsz, senki nem tudja rólad, csak te tudod, mert te elmész a templomba. Ezért nem vagy buddhista, nem vagy más ideológiához tartozó, nem vagy muzulmán. Te keresztény vagy, de valóban az vagy. Valóban kiállsz és megéled a hitedet? Vagy ugyanott tartasz még, ahol Arimátia József volt, hogy egészen addig még Jézus meg nem halt. Nem is tudtuk, hogy létezik. Nem is tudtuk, hogy hisz az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvérem, ez fog tönkretenni bennünket. Ez a fajta kereszténység az, amit Isten előtt nem kedves. Az a kereszténység, amelyet úgy hívjuk, hogy langyos kereszténység. Az a kereszténység, aki csak akkor ismeri az Urat, amikor szükség van. Amikor betegség van, amikor nehézség van, amikor zsákutcába érkeztünk, csak akkor ismerjük az Urat. Kedves testvéreim, a húsvét, a feltámadásnak az üzenete arra tanít bennünket, hogy kiálljunk a hitért. Kiálljunk az Istennek igazsága mellett, és akkor vagy igazán keresztény, ha felvállalod a hitedet. Ha munkatársaid megismerik és megtudják azt, hogy te az Úr Jézus Krisztusnak vagy a követője, akkor válsz igazán keresztényé. Akkor követed igazán az Úr Jézus Krisztust. Szeretnélek arra bátorítani téged, szeretnélek arra hívni téged, hogy éld meg a hitedet ezen a világon. Állj ki, eljött az ideje, hogy kiállj az Isten igazsága mellett. Nézd meg, hogy ez az erőszakos ideológia mennyire magába, a maga hatalmába veszi ezt a világot. Néhány hónappal ezelőtt Ausztrália, néhány nappal ezelőtt Brüsszel, néhány héttel ezelőtt Párizs, és sorolhatnám, és sorolhatnám. Hány kivégzés, és hány erőszak, és hány mennyi üldözés, és mennyi gyilkolása keresztény testvéreinknek a közel-keleten, akikről most nem ismerjük őket, most nem tudunk róluk. De amikor az Isten országába belépünk, látni fogjuk azokat is fehér ruhában, azt mondja az ige,
akik mártír halált haltak az Úr Jézus Krisztusért. Kedves testvérek, ők nem langyosak. Testvérek, ők nem úgy kelnek fel reggel, hogy van kedvem, vagy nincs kedve. El vannak 1000%-ig tökélve az ő szívükbe, hogy azt a bombát fel akarják robbantani olyan helyen, hogy minél jobban ártsanak, hogy minél nagyobbat tudjanak szúrni az emberiség szívén. Ezek nem langyosak. Ezek nem az árnyékban vannak. Ezek kiállnak a hitükért, felvállalják. Kedves testvérem, ebben az időben olyan keresztényekre van szükség, akik felvállalják a hitüket. Amikor elmész a templomba és részt veszel az Isten tiszteleteken, amikor imádkozol, amikor dicséred az Urat, amikor Bibliát olvasol a munkahelyeden vagy otthonodban, akkor felvállalod az Úr Jézus Krisztust. Amikor alámerítkezel a vízben az Úr Jézus Krisztusnak engedelmeskedve, ez az egyik legnagyobb igazság, sokan nem értik, hogy de a víz nem mossa le a bűnöket, de a víz nem tesz csodát, pontosan így van. A víz semmit nem tesz, ami a lelki életünkkel kapcsolatos. Csak egyetlen egy dolgot. Hogy kiállok és megvallom az emberek előtt, hogy ahogyan Jézus alámerítkezett 30 éves korában, úgy én is alámerítkezek, és őt fogom követni egész életem folyamán. Amen. Ez a lényege. Kiállni, Krisztust megvallani. Kedves testvérem, azt gondolod talán magadban, hogy ó, majd lesz lelkipásztor, majd lesznek evangélisták, majd lesznek tanítók, akik elmondják az Úr Jézus Krisztusnak a történetét, de kedves testvérem, az igazság az, hogy a munkatársai nem fognak eljönni hozzám tanácsért. A szomszédai nem fognak engem megkeresni, hogy elmeséljem nekik az igének az igazságát. Téged fognak kérdezni. A te életedet látják. A te életedet vizsgálják, amikor beszélsz, amikor cselekszel, amikor intézel, amikor ott élsz, velük együtt eszel. Megállsz és hálát adsz az Úrnak az ételért, és kéred az Úrnak áldását a munkához, a naphoz, az egészséghez, az ételre. Akkor kiállsz, és azt mondod, hogy én is hozzátartozok. Kedves testvérem, kihez tartozol? Ne éljünk egy olyan kereszténységet, ami csak egy ilyen amerikanizált Isten hitet táplál bennünk. Hogy Istennek meg kell áldania, Istennek meg kell segítenie, Isten mindig ott van, Isten fogadni pénzt, Isten fogadni egészséget. Lesznek helyzetek, amikor Isten megengedi azt, hogy úgy formálódj, hogy közben szenvedésekben vagy. Nehézségekben vagy. Ne bontsuk le a keresztény hitet egy ilyen amerikanizált hitre, hogy csak akkor kell Isten, amikor szükségben vagyok. Annak az ideje van, kedves testvérem, hogy ma te állj ki, és te vald meg azt az Úr Jézus Krisztust, akit a világ nem ismer. Ajánlok a testvéreknek egy rövid videót, lehet, hogy hamarosan ki fogom tenni a Facebookra, akik ott vannak, azok majd meg fogják látni. Van egy nagyon szimpatikus emberke, Jesse, nem is tudom a másik nevé, de Waters World, az az ő műsora. Mindig ilyen 4-5 perces műsorokat csinál, és történelemről, hitről, politikáról kérdezi a fiatalokat, az embereket Amerikában. És most ez alkalommal jön a húsvét, megkérdezte tőlük, hogy tudják-e, hogy vasárnap milyen ünnep van. És a legnagyobb megdöbbenése, hogy nagyon sokan nem tudták, hogy milyen vasárnap jön. Nem tudták, hogy mit jelent a feltámadásnak, a húsvétnak az ünnepe. Nem tudták, hogy mi történt, nem tudták, hogy mit ünnepel meg a keresztény világ. Sokan vannak még odakint a munkahelyeden, a szomszédságodban, akik nem tudják még, hogy mi történik. Akik nem ismerik még az igazságot. Itt az ideje, hogy kiállj az Úr Jézus Krisztusért. Itt az ideje, hogy megéld a hitedet, mert a hit cselekedeték nélkül halott. Nikodémus és József, amikor megvették a sírt, megvették azt a fátyolt, megvették a keneteket, a legjobbat adták az Úr Jézusnak. A legjobbat. Kedves testvérem, ideje van annak, hogy Istennek add a legjobbat az életedből. Hol van az a könyv, amit reklámoztam? Már nincs itt. Hova került? Ott van. Nem, vagy a Dávid Wilkersonos könyvben olvastam, hogy ez a lelkipásztor testvér nem csak úgy adott tizedet Istennek, hogy az ő adományából tisztelte az Urat, hanem minden nap a 2,5 órát odaadta Istennek.
és imádságban töltötte a legjobbat, a legelsőt az életéből. Ezzel szembe, kedves testvéreim, mire mi a templomba kerülünk, már annyira agyon dolgoztuk magunkat, hogy azt már adjuk Istennek, ami még maradt az életünkben, ha maradt még egyáltalán valami. Feszültség, idegeskedés, rohanás, kimerültség, a világnak a gondjai, világnak a dolgai. És csodálkozunk, hogy nem növekszünk, és csodálkozunk, hogy nem történnek csodák, és csodálkozunk, hogy óriási különbség van köztünk és az első keresztények között. Nikodémus és József a legjobbat adták oda Istennek. A legjobbat. Kedves testvérem, oda tudod-e adni az életedből te is a legjobbat Istennek? Jézus azt tanította ezen a földön, hogy ahol van a te kincsed, ott van a te szíved is. Ahol van a te kincsed, ott van a te szíved is. Kedves testvérem, hol van a te szíved ezen a feltámadási ünnepen? Minek szenteled oda magadat a legjobban az életben? Mi az, ami számodra fontos? Fontos az Úr Jézus Krisztusnak az élete? Fontos az Úr Jézus Krisztusnak a halála? Vagy ez teljesen másról szól? Keresztények vagyunk, de nem ennyire fanatikusak. Hadd mondjam el, kedves testvéreim, hogy az a megváltó, aki meghalt értünk, az annyira fanatikusan szeretett bennünket, hogy kész volt elszenvedni a golgotai kereszt áldozatot is, érted? Azért, hogy te ma kereszténynek nevezhess magadat. Azért, hogy te ma legyen templomod, ahol elmehessél, és tisztelhessd az Urat, a te Istenedet, ahol áldást kérhetsz az életedre. Hol van a te kincsed, ott van a te szíved is. Álljunk fel, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Kérlek benneteket, álljunk fel. Mielőtt imádkozunk, szeretném elmondani mindenkinek világosan, feketén és fehéren. Teljesen mindegy, hogy milyen vallásod van. Isten nem érdekelt a vallásban. Isten a kapcsolatot keresi. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy neked és nekem legyen kapcsolatom, közössége az élő Istennel. Egyedül ezt fog megtartani abban a pillanatban, amikor elhagyod ezt a földi létet, és a túlvilágon feltámad a lelked, szellemed. Egyedül ez lesz fontos. Volt-e kapcsolatod, volt-e közösséged a názareti Jézus Krisztussal? Ha úgy vagy itt ma este, hogy ebben nem vagy biztos, ha úgy vagy itt, hogy te ebben még bizonytalan vagy, soha nem hoztál egy ilyen felnőtt, érett döntést a személyes életedben, bátorítalak, ne menj úgy el ma este, hogy nem hozod meg ezt a döntést. Állj ki az Úr Jézus Krisztusért, vállald fel őt. Add oda neki életedet, és meglátod, hogy Krisztus feltámad, téged is szeret, veled akar élni, meg akarja mutatni az ő szeretetét, elveszi a bűneidet, megszabadítja az életedet, és meglátod, hogy új életed, új gondolatod, új reménységed lesz. Add át az életedet az Úr Jézusnak. Hozz egy változást az életedben. Ha pedig úgy vagy itt ma este, hogy úgy érzed, hogy nagyon sokszor te is úgy vagy, mint ez az arimátiai József, hogy sokszor csak a neved volt keresztény, de a hited és a cselekedeteid másról szóltak, akkor ma este ideje van annak, hogy kikérd a testet. Kikérd Pilátustól Krisztusnak a testét. Ideje van annak, hogy kilépj az árnyékból. És egy olyan döntéssel élj ennek az Úr Jézus Krisztusnak, amelyet egyedül csak a szeretet és nem a kötelesség motivál. Amit nem lehet örökölni, amit nem tudunk átadni egyik a másiknak,
amit szüleink nem tudtak átadni nekünk, hiába keresztség ide vagy oda. A hit az egy személyes dolog. Krisztus egy személyes megváltó. Állj ki ezért a hitért. Beszélgess vele ma este arról, hogy mi mindenben szeretnél úgy kiállni, érte, ahogyan Arimátia József és ahogyan Nikodémus kiálltak a Krisztusról vetett hitért. Bátorítanak téged ma este. Ez a világ nem olyan világ, amelyben nagyon könnyen el lehet élni úgy is, hogy élünk egy névleges kereszténységet. Egy olyan világot élünk, ahol szükség van valódi keresztényekre. Átadott életű keresztényekre. Akik kilépnek az árnyékból és felvállalják a hitet. Kerüljön az akármilyen lemondásba is. Kedves testvérem, kész vagy-e kiállni, kész vagy-e megvallani az Úr Jézus Krisztust a személyes életedben? Úr Jézus, hozzád imádkozunk ezen az este. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy feltámadt Úrként teljesen ismered szívünknek minden gondolatát. Úr Jézus, te tudod azokat a helyzeteket, amikor védkeztünk, háttérbe vonultunk, amikor csak hallgatólagosan voltunk a tiéd, amikor csak nevünk volt. Úr Jézus, arra kérünk téged ma este, hogy a feltámadásnak az erejében, a feltámadásnak a bizonyítékaként, add Uram, hogy valamennyien, akik itt voltunk ma este te házadban, segíts Uram, hogy kiálljunk a hitért. Segíts Uram, hogy megvalljunk téged életünk minden idejében, minden órájában. Úr Jézus, segíts, hogy olyan keresztények tudjunk lenni, akik átadják életüket neked. Bocsáss meg, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy csak akkor van értelme ennek, ha tökéletesek vagyunk. Sokszor becsapjuk magunkat, és azt hiszük, hogy csak akkor érdemes, ha teljesen, tökéletesen tudjuk tenni. Uram, köszönöm, hogy a Bibliában vannak olyan történetek is, ahol nem tökéletes szereplők szerepelnek. Köszönöm Pétert, köszönöm Arimátia Józsefet, akiről soha nem olvastunk, de amikor meghaltál, kiállt érted, és a legjobbat adta neked. Úr Jézus, arra kérünk téged, drága szent lelked által, segíts! Segíts, amikor hazaérkezünk otthonunkban, segíts, hogy leltárra tegyük a mi életünket. Segíts, Uram, hogy kilépjünk az árnyékból, megvalljuk a hitünket. Segíts, hogy képviseljünk téged, akár mibe is kerül az. A munkahelyen, a családunkban, a gyülekezetben, a szolgálatban. Uram, segíts, hogy a legjobbat adjuk neked. Mert te is mindent odaadtál mi érettünk. Úr Jézus, legyen áldott a te neved, nem csak ma, hanem mind örökké. Amen. Amen. Énekeljük egy éneket. Ő megváltóm és Istenem. És nem látom át.
fogjuk még énekelni tovább ezt az éneket, legyen ez a megvallásunk, legyen ez a hitünknek a megvallása, hogy ő a megváltó és ő Istenünk. De az ének alatt a további részben szeretnék adományokkal is tisztelni az Urat, és megvallani, hogy ő Úr, ami adományainkban, Úr, ami bevételünkben, Úr, ami kiadásainkban is. Ez senkire nézve, különösen vendégeimnek mondom ezt, nem kötelező. A Biblia azt írja, hogy mindezt, aki teszi, tegye jókedvből, Isten iránti hitből, és ha így tesszük, kérjük áldást az Úrtól, hogy Isten áldja meg életünket, vállalkozásunkat, munkahelyünket. Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked bevételeinket, köszönjük a munkahelyeket, a kereseteket, köszönjük, hogy egészséget adsz hozzá. Legyen áldott a te neved azért, hogy gondoskodsz rólunk. Legyen áldott a te neved, Uram, minden adományért ma este. Kérem a te áldásodat az adakozókra és az adományunkra egyaránt. Hadd szolgálja a te nevednek dicsőségét, Uram, olyan módon, ahogy el sem tudjuk képzelni, ahogy el sem gondoltuk. Úr Jézus, te tekintsre kérlek mindannyiunk szükségére. Te ismered, hogy mire van szükségünk a vállalkozásban, a személyes életünkben. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy kövess be a mi szükségeinket. Legyen áldva a te neved, Úr Jézus Krisztus, örökké. Amen.